Más hang szól, baj van ám, tűzoltó szem készen áll. Hogyha gond van, ott terem, len a mélyben vagy hegyen. Adj helyet, itt jön szem, a tűzoltó, az okos bátor szem. A tűzoltó, ő éber erős, nézd egy igazi hős. Tűzoltó szem. A pingvin napja. Hello, Lizzy! Szia, Sam! Épp most hívtak. Egy pingvin kiszökött a Newton állatkertből. Egy totyogó pingvin! Megkértek, hogy tartsuk nyitva a szemünket. Hát, egy pingvint biztos észreveszünk. Ó, és jutalmat ajánlottak fel annak, aki megtalálja. Egy évre szóló ingyenes belépés az állatkertbe. Imádom a városi állatkertet, és szeretnék találkozni egy totyogó pingvinnel. Hát, majd nyitva tartjuk a szemünket, Lizzy. Talán meg kéne keresnem a totyogó pingvint. Ne most, Elvis. Ellenőriznünk kell a nyomást a tűzcsapban. Szólj, mikor teljes a nyomás a tömlőben. Oh, ez úgy hangzott, mint egy pingvin. Ah! Bocsánat, Penny. Azt hittem, a totyogó pingvint hallottam. Semmi baj, Elvis. Ez a legnagyobb lyuk a parton. Igen! Ennek semmi értelme, Norman. Nem így gondolod majd, ha kidíszítette. Ó, de így gondolom majd. Mi lenne ide a legjobb? Egy kagyló, hínár, egy pingvin... Pingvin! Egy pingvin? Ó, ne! Biztosan az állatkertből szökött meg, vissza kell vinnünk. Mandy, nyugalom, hogyha elszökött onnan, akkor valószínűleg nem is akar ott lenni. Kicsit büdös. Hol szaga van, mivel ő egy pingvin? Mondd csak, nem akarsz eljönni hozzám, pingvin úr? Nem láttatok véletlenül egy totyogó pingvint? De! Nem! Bocsi, nem láttunk semmit. Itt nincs pingvin, nincs. Norman! De nyitva tartjuk a szemünket. Pá! Oké! Köszi! Norman, hol van a pingvin? El se hiszem, hogy ezt tetted! Na gyere, pingvin úr! Nagyszerű otthonod lesz nálam, elhiheted! Ó, ne! Miért most hozták ezt a sok dobozt? Trevor átjön este vacsorára, és ki akartam takarítani. Mi van ebben? Ó, illatgyertyák. Épp ez kell a romantikus hangulathoz. Lendádnói lámpafény. Ó, nem biztos, hogy jó. Naplemente Swansea felett. Ó, halszaga van. Talán jobb lesz, ha meggyújtom őket. Na, hol van a gyufa? Én nem hiszem, hogy ez jó ötlet, Norman. Szerintem az. Mostantól itt lakik pingvin úr. Ez az új otthona. Szórakoztató pingvin tartani a szobámban, mint ahogy azt gondoltam. Igazán? A szobád tönkrement és halszaga van. Talán vízbe kéne tenned őt. A körmespálcás úszoda közel van. Vigyük oda őt! Most! De hát hogy vigyük el az úszodához, anélkül, hogy bárki is meglátna minket? Mit csináljak ezekkel a dobozokkal? Nos, Elvis, jobb lenne, ha most te töltenéd ki a tűzcsap adatait. Oké, Sam. Így nem fogok szegény kicsi elveszett totyogó pingvínre gondolni. A nyomás 1,7 bar, Elvis. Csak ennyit kell leírnod. 1, vesztő, 7.
Elvis, mit csinálsz? Gondoltam, készítek egy eltűnt posztert a pingvinről. Hát, ha valaki megtalálja. Inkább megjegyzem, hogy 1,7 szem. Ez nagyszerű ötlet, Penny. Jól van, pingvin úr. Ideje, hogy élvezd végre a kolbászokat. Kolbász? Ebben csak kolbászok vannak. Rossz dobozt hoztunk el. Akkor hol lett, pingvin úr? Hol? Nos, melyik is legyen? Az esős nap Rillben, vagy az óceán szele Cardiff felett? Ó, mindkettő jó lesz. Kinyitom még ezt a dobozt. Utána nekilátok a töltött paprikának. Vajon mi lehet benne? Ó, ne! Az illatgyertyáim! Ó, ne! Nem tudok kimenni, túl sok a doboz. Fel kell mennem. Ó, jaj! Még sosem vittem emeletre pingvint. De egyszer mindennek eljön az ideje. Élvezni fogom Dillissel a vacsorát. Élvezni fogom Dillissel a vacsorát. Aj, miért mondtam igent? Megint töltött paprikát fog csinálni. Jaj! Segítség! Jobb lesz, ha hívom tűzoltó szemet. Hát itt vannak. Hogy ment? Sajnos nem találtuk meg. Mit? A tűzcsapot? Nem, a totyogó pingvint. Tűz ütött ki Dillis Price boltjában. Egy pingvinnel az emeleten ragadtak. Tűz van Dillis Price boltjában! Dillis Price és egy pingvin az emeleten ragadtak! Pontosan! Ellie és Arnold, vigyétek Vénuszt! Vettem, Sam! Penny, Elvis, mi Jupiterrel megyünk! Lehet, hogy ez a szökött pingvin, Sam! Nagy rá az esély, Elvis! Sam már úton van. Ellie, mi eloltjuk a tüzet. Elvis és Penny, hozzátok Dillist és a pingvint. Philips tűzoltó. Tűzoltó szem, levegő 100%. Ó, ez a totyogó pingvin! Gyorsan el! Hello, totyogó pingvin! Fúj! Rettenetes halszaga van! Sajnálom, hogy nem vittem vissza a pingvint az állatkertbe, de azt gondoltam, hogy szeretne velem élni. Előbb meg kell tanulnod gondoskodni egy állatról, mielőtt befogadnád. Az állatkertben megfelelő élőhelyen tartják az állatokat, és szakértők gondoskodnak róla. Jobban kellett volna vigyáznom az illatgyertyákkal, Sam, és persze a dobozokkal. Többször nem fog előfordulni, Dillis. Tudom. Lizzie, ki fogja megkapni a jutalmat? Jutalmat? Milyen jutalmat? Ami a totyogó pingvin megtalálásáért jár. Egy évi ingyenes belépő az állatkertbe. Én nem is tudtam, hogy van jutalom, de nekem jár, mivel én találtam meg. Mi? Nekem jár, mivel én akartam visszavinni a pingvint. Nekem jár, amiért felvittem azt a bűzös madarat az emeletre. Együtt mehetnénk, Trevor. De én egy szuper rajzot is készítettem róla. Nekem jár! Mindenki nyugodjon meg! Biztosan kitalálunk valamit. Ki látta meg először a pingvint? Magyar hangok: Csankó Zoltán, Magyar Attila, Barát István, Kajtár Róbert, Solecki Janka,